Szóval, hogy miért a félreértett ártalom csökkentés címet kapta? Hát októberben volt egy kábítószerügyi tanácsülés, ahol a szakma rendszerint szokott találkozni a drogkoordinációval, és itt azt a hírt kaptuk, hogy a 2017 és 2018-as időszakra vonatkozó szakpolitikai program, ami az a program, ami megvalósítja a Nemzeti Drogellenes Stratégiában kitűzött célokat, hogy ebben a programban nem szerepel az ártalomcsökkentés, még maga az ártalomcsökkentés szó sem, illetve egyszer tüzetesebb keresés után megtaláltam az utolsó pontban, ahol az összefüggésben az elektronikus zenei szintéren egy fejlesztéshez rendeltek hozzá egy elég alacsony összeget 2 évre, illetve elvétve szerepel benne az alacsony küszöb szintén egy nagyon alacsony összeggel, amiből azért világos, hogy ez így igazából nem elegendő arra, hogy az ártalomcsökkentő tevékenységeket országos szinten fedezni lehessen. És amikor rákérdeztünk erre, hogy ennek mi lehet az oka, hogy ennyire elhanyagolják ezt a területet, akkor azt a választ kaptuk a drogkoordináció részéről, hogy ők is érzik ezt a problémát, és próbálják képviselni ezt a felsőbb szinteken, a parlamenti szinten is, de hogy onnan azt a választ kapják, hogy jelenleg nincsen ennek a területnek prioritása. És hát ez most tulajdonképpen az általános élmény, hogy az ártalomcsökkentő szolgáltatók azt érzik, hogy egy erősen elutasított közegben kell működniük, olyan alacsony támogatások mellett, ahol szinte ez lehetetlennek tűnik, hogy megfelelő szolgáltatásokat tudjanak nyújtani. És sajnos mindenképpen el kell érnünk ezt a parlamenti szintet, hiszen ott születnek a döntések. És igazából az a benyomás, nekem legalábbis az a benyomásom, hogy emögött egyfajta félreértés is rejlik, hogy mit is jelent ez az ártalomcsökkentés, úgyhogy ezt szeretném egy kicsit tisztázni. Jelenleg amilyen modellt követ a Nemzeti Drogellenes Stratégia, ami 2020-ig hatályos, ez az úgynevezett felépülésközpontú modell, ami a szerhasználók irányába azt gyakorolja, hogy minél könnyebben el tudjanak jutni a teljes felépülésig, a szermentességig. És ennek szerves részének kellene, hogy legyen az ártalomcsökkentésnek is, de a tapasztalat alapján úgy tűnik, hogy mintha ezt így kifelejtenék. Szintén októberben egy parlamenti interpellációban hangzott el Rétvári Bence államtitkártól a következő megállapítás, hogy az elmúlt 6 évben szakítottunk a tűcserével, és inkább a felépülés központúság felé indítottuk el a drogmegelőzési politikát. Azt gondolom, hogy ebből eléggé úgy tűnik, mintha itt 2 szemben álló dologról lenne szó, mintha az ártalomcsökkentés az szemben állna, vagy annak az elemei például a tűcsere szemben állnának ezzel a felépülés központúsággal. Ugyanakkor, hogyha megnézzük csak a magyar dokumentumokat, abból is világosan látszik, hogy ezek nem hogy ellentétes megközelítések, hanem az ártalomcsökkentés az ennek a részének kellene, hogy legyen. Nagyon röviden arról, hogy mit is értünk ártalomcsökkentés alatt, bár ezt nyilván itt nagyon nem kell ecsetelnem ebben a körben. Én ehhez egy olyan idézetet választottam, ami nagyon tömören összefoglalja, ez a Harm Reduction International-nek egy olyan kiadványa, ami pont ezt magyarázza, hogy mi is maga az ártalomcsökkentés. Ők úgy foglalják ezt össze, hogy olyan intézkedések, programok és gyakorlatok, melyek elsődlegesen a droghasználattal járó ártalmakat csökkentik, miközben magát a droghasználatot nem mérséklik szükségszerűen. Ebből azt hiszem látszik, hogy ez egy elég tág kör, amiben számos tevékenységi forma belefér, ami nyilván nem redukálódik csak a tűcserére vagy a fenntartó programokra, és hogy ezeket mind itthon is nagy szükség lenne, hogy megfelelő támogatás mellett megfelelően tudjanak működni. Röviden arról, hogy ez az ártalomcsökkentés azért nem egy annyira specifikus dolog, amit csak mi szeretnénk, hogy megfelelően meg tudjon valósulni. Az egészségügyi világszervezet, illetve az ENSZ-nek az AIDS ellenes szervezete, a UNAIDS, az
nagyjából minden egyes kiadványában, ami ehhez csatlakozik, külön kiemeli az ártalomcsökkentésnek a szerepét, és felsorol bizonyos tevékenységeket ezen is belül, amit fontosnak tart ahhoz, hogy a fertőzés veszélyt, illetve a szerhasználóknak a megfelelőbb kezelését elő lehessen segíteni. Emellett az Európai Uniónak a drogstratégiája és az ehhez kapcsolódó akcióterv is fontos elemként tartalmazza az ártalomcsökkentést. Idén volt az ENSZ-nek a magas szintű kábítószerügyi ülése, az ANGAS, minden ENSZ országnak a részvételével, és az itt született záró dokumentum is fontos elemeként tartalmazza az ártalomcsökkentést, illetve az EMCDDA, az Európai Drogmonitorozó Központ is számos ajánlást fogalmaz meg az ártalomcsökkentéssel kapcsolatban. Innen többen is jelen voltunk a múlt heti konferencián, amit a Magyar Addiktológiai Társaság szervezett, és ott az EMCDDA részéről jelen volt Danilo Balotta, aki kiemelte az új pszichoaktív szerek kapcsán, hogy jelenleg amilyen stratégiáink vannak és megközelítéseink, még nehéz megállapítani, hogy mi az, ami igazán működik, de kiemelte, hogy az ártalomcsökkentés az azok közé tartozik, ami egyértelműen látszik, hogy hatékony és nagyon nagy szükség van rá, és hát életmentő szolgáltatásokat tud nyújtani. Kicsit beszélnék arról is, hogy ez a felépülés központú modell, amit mi is követünk, ez hogyan viszonyul az ártalomcsökkentéshez. Ennek az egyik elméleti megalapozója a brit Stephen Bamber. Külön kiadványt szentelt annak, hogy a tűcsere programoknak milyen szerepe lehet a felépülés központú modellben, és ő azt mondja, hogy akár csak a tűcserének is kritikusan fontos szerepe van abban, hogy a felépülés felé tudjuk elindítani a szerhasználókat, és mert hogy ez az a bemeneti pont, ahol el lehet őket érni és bevonni őket a különböző szolgáltatásokba, és úgy fogalmaz, hogy a felépülés az egy olyan szervezeti attitűd, amely a maximális pozitív eredményeket hozza ki az ártalomcsökkentésből. Vagyis, hogy ő is ezt mondja, hogy nagyon, nagyon is fontos eleme az ártalomcsökkentés a felépülés központú modellnek. Én kiválasztottam az IDPC-nek, a Nemzetközi Drogpolitikai Konzorciumnak az idén kiadott drogpolitikai útmutatók dokumentumát, ami összesen 21 ártalomcsökkentő tevékenységet sorol fel. Én most nem fogom az összeset felsorolni, csak 10-et kiválogattam érzékeltetésképpen, hogy mennyi minden is tartozik ebbe az ártalomcsökkentő tevékenységek közé, de biztos vagyok benne, hogy csak ezen a konferencián is el fog hangzani még olyan, amit ez az IDPC dokumentum ez nem is ölel fel. Hát az első és talán a legfontosabb, amiről a legtöbbet beszélünk, az ugye a tűcsere programok, aminek azt hiszem mindjárt tudjuk a szerepét, a fertőzés megelőzés, a szolgáltatásba irányítás, a drogszemétnek a csökkentése, és a többi. Akkor természetesen említik a fenntartó programokat, a metadon fenntartó program, illetve egyéb Suboxon, főleg a heroin használókra irányuló programokat, amivel be lehet őket vonni a kezelésbe, és megakadályozni, hogy az utcáról szerezzék be a kétes eredetű szert, és hát egy olyan életmódot lehet náluk elérni, hogy kicsit vissza tudjanak integrálódni az életbe, és akár munkát is tudjanak vállalni. Akkor nagyon fontos szerepe van a fertőző betegségeknek a tesztelésének és a kezelésének, HIV, hepatitis tesztnek elsősorban, illetve az erre vonatkozó, vagy az ezeket kezelő terápiáknak a biztosítására. Szintén fontos szerepe van az óvszerosztásnak, ami szintén a fertőző betegségek terjedését tudja megelőzni nem csak a szerhasználók körében, hanem a teljes társadalom körében, akikkel a szerhasználók is érintkeznek.
nagyon fontos szerepe van az információnyújtásnak, és itt az információnyújtás alatt egyaránt lehet gondolni arra, hogy a biztonságosabb fogyasztási formákkal kapcsolatos információk nyújtása, vagy akár azzal kapcsolatban, hogy milyen szerek is vannak most jelenleg a piacon, mert hogy a szerhasználók gyakran nem tudják, hogy mi is az, amit használnak. Ide tartozik egyben azok a fajta információk, hogy hogyan tudnak eljutni a magasabb küszöbi programok felé. Akkor fontos az alapvető egészségügyi ellátásnak a biztosítása. Ez talán Magyarországon kevésbé tud megvalósulni a jelenlegi támogatási szint mellett, hogy az ártalomcsökkentő intézmények erre is tudjanak kellő kapacitást fordítani, de ennek is nagyon fontos szerepe van, ez majd a következő előadásban fog talán jobban kicsúsosodni. Nagyon fontos, hogy ugye egy sérülékeny csoportról van szó, akik nem igazán tudják képviselni a saját jogaikat, ezért az ártalomcsökkentő szervezetek gyakran nyújtanak jogi segítséget is. Ez itthon is azért egész jól működik. Fontos a pszichoszociális segítségnyújtás, szintén ami elérhető több ártalomcsökkentő intézményben is, hogy a fogyasztók is egy kicsit képet kapjanak arról, hogy nekik milyen olyan akár mentális tünetek, akár az élettörténetükben olyan epizódok szerepelhetnek, amik indokolhatják azt a fajta szerhasználatot, amivel az adott esetben még képtelenek szakítani. Akkor fontos eleme lehet az ártalomcsökkentésnek a felügyelt szerhasználói szobáknak a létesítése, ahol a fogyasztók úgy tudják a szerhasználatot folytatni, hogy egy egészségügyi dolgozók felügyelik a használatukat. Ennek ugye az előnye az, hogyha bármilyen probléma, túladagolás történik, akkor rögtön közbe tudnak lépni. Másik előnye, hogy felügyelt helyszínen történik ez az egész, nem kerül ki onnan a drogszemét, és szintén élő kapcsolatot tudnak kialakítani a szerhasználókkal, és segíteni nekik abban, hogyha magasabb szintű szolgáltatásokba lépnének, akkor ezt hogyan tehetik meg. Illetve még fontos szerepe van a drogtesztelésnek, ami szintén megtörténhet itt a felügyelői szobákban, akár az ártalomcsökkentő szolgáltató helyeken, illetve a parti szintéren is. Ugye azt talán könnyű belátni, hogyha oda valaki már felszerelkezve érkezik porokkal és tablettákkal, akkor ez nem az a helyszín, ahol prevenciót kell neki nyújtani, hanem igazából arra kíváncsi, hogy a választott tablettától valóban az az élmény, azt az élményt várhatja el, amit ő elképzelt, vagy esetleg egy olyan tablettával van dolga, aminek a használata kifejezetten veszélyforrást jelent. És a jó hír az az, hogy a saját 2020-ig érvényes nemzeti drogellenes stratégiánkban is nagyon fontos szerepet kap az ártalomcsökkentés, annak ellenére, hogy most azt látjuk, hogy ez egy elutasított megközelítés, elég alaposan ki van dolgozva az, hogy milyen szerepet is kellene, hogy kapjon az ártalomcsökkentés. Hát eleve azt mondja ez a dokumentum, hogy a teljes felépülési láncnak az első állomásának kell, hogy legyen az ártalomcsökkentés. Ez pontosabban úgy fogalmazza meg, hogy a felépülés központú szemlélet alapján működő teljes kezelési láncnak a különböző alacsony küszöbű, illetve ártalomcsökkentő programok is részei annak mint egy első állomását jelentik. És még hozzáteszi, hogy lényeges, hogy a különböző ártalomcsökkentő szolgáltatások integrálódjanak a felépülés központú komplex programokba, és szorosan működjenek együtt a gyógyító, rehabilitáló intézményekkel. Tehát igazából szerintem innentől nem is kell ezt tovább magyarázni, hogy ez nagyon fontos eleme az ártalomcsökkentés a hazai drogstratégiának is, és hogy nélküle nem igazán tud megfelelően működni, mert hogy nem tudjuk elérni ezeket a csoportokat. Külön, hogyha végigolvassuk a drogellenes stratégiát, akkor felsorolás szinten is megtaláljuk azokat a pontokat, hogy mik is azok az ártalomcsökkentő szolgáltatások, amiket javasol. Ezek egyike a metadon program, illetve a különböző fenntartó programok, amiről már beszéltem.
eleme a tűcsere program is. Itt ezt a stratégia pontosan úgy fogalmazza meg, hogy a veszélyeztetett, rejtőzködő droghasználói csoportokkal sok esetben kizárólag ezek a szolgáltatók állnak kapcsolatban, és ez is magyarázza, hogy a tűcsere programokra nagyon nagy szükség van abban, hogy elérjük ezeket a szerhasználói csoportokat, és kezelésbe tudjuk őket vonni. Tehát nem szabad szakítani ezekkel a programokkal, éppen hogy azon kell dolgozni, hogy ezek megfelelően tudjanak integrálódni ebbe a teljes felépülési láncba. Akkor a drogstratégiában szintén szerepel a kábítószerrel kapcsolatos halálozások és túladagolásoknak a megelőzése. Nevesítve van benne a Naloxon program, amivel vissza lehet fordítani a túladagolást. Ezért arra is nagy szükség lenne, hogy akik ópiátokat, heroint használnak, azok hozzá tudjanak férni a Naloxonhoz, illetve az ártalomcsökkentő szolgáltatóknál is mindig ez lehessen. Szerepel a dokumentumban a rejtőzködő szerhasználóknak a felkutatása és a bevonások a különböző programokba, a fertőző betegségeiknek az azonosítása és a kezelése. Akkor szerepel benne az ártalomcsökkentés a különböző elektronikus zenei szintéren, valamint a büntetés végrehajtó intézetekben is beszél arról, hogy az ártalomcsökkentésnek nagyon fontos szerepe lenne. És hát ezzel szemben látjuk, hogy a jelenlegi támogatások, amik rendelkezésre állnak, abból elég nehéz lenne megvalósítani, hogy ilyen szinten le tudjuk fedni az ártalomcsökkentésnek minden olyan elemét, amit ez a 2020-ig érvényes dokumentum felölel. Igazából, hogyha egy működőképes felépülési modellben gondolkodunk, akkor ezeket az elemeket mind be kéne vonni ebbe a felépülési házba, és egy megfelelő ajtót kell biztosítani ahhoz, hogy a szerhasználók ezen be tudjanak lépni, és ezeknek a szolgáltatásoknak az igénybevételével biztonságosabbá váljon a szerhasználatuk, és idővel motiválódjanak arra is, hogyha tényleg problémás szerhasználatról van szó, akkor tudjanak arról, hogy hogyan tudnak magasabb szintű szolgáltatásokba lépni. És hogy ehhez mindenképpen szükség van arra, hogy elég alacsony szintű legyen a belépési pont, különben nem fognak tudni belépni. Meg lehet próbálkozni azzal, hogy feje tetejére állítjuk ezt a házat, és azt várjuk el tőlük, hogy valahogy az abrak.